csenge közelről figyelte, azt ahogyan Farkas Joanna gólt szerez. Dunaújvárosi első 7 méteres tehát volt ért a mai mérkőzésem. Tehát most már Farkas is 24 gólos, ami a büntetőket illeti ebben a szezonban. Két perces kiállítást, az viszont ez nem kapcsolódott. Kucora révén viszont egy gól, igen. Jellambai 3 gólos a váciaknál. 7-5 ezzel. A 20. perc végén akár egyenlíthet is a Dunaújváros. Farkas Joanna megcsinálja a cseleit, pontosabban azt az egyet, amivel nem csak gólt ér el, hanem egy kiállítást is kiharcol. 7-7 ezzel. Ott van még egyszer az ütközés, ott volt egy csel, és oldalról érkezett Vallai. Kucora ellövi, belövi. Lépcsőfokon ez most egy egyszerű variáció volt a hazaiaktól. Kucora. Bepattintja. Ezzel talán egy picit a váci kemény mag kedvét, illetve túlfűtöttségét is lehűti. 9-8 ezzel a Dunaújvárosnak. Nem fejik kire is a pályán lesz a következő védekezésnél, csak hát az milyen előnyben történik. Kucora összegyűjtötte a kipattanót. Csabunk olyan másodjára nem tudott védeni, pedig elsőre ez egy nagy bravúr volt szintén. Figyeltek a kipattanóra, vagy legalábbis nem számítottak rá. Most jobban figyeltek Farkasra, szorogatott a pozícióból, már gólt tud szerezni egy közte. És Dunaújvárosi gól, és Váci kiállítás. Tomácsot küldi ki, Farkas a gólszerző. 10-10 akkor, amikor Herbert Gábor kér időt, mert a csapata a következőkben is ember hátrányban lesz. És akkor először Csengénél, utána nálad. Megy be bele a löb. Kucora, ő játszott a tisztára. Elvitték előle az embereket. És ez így zicser. Továbbra is Máci vezetés. Kucora így büntet. A második félidőben ez volt az első gólja. Horváth fönt a játékvezető keze. Farkasnak játsszák ezt tisztára. Így nagyon-nagyon szépen fejezi be. Arról indulva jobb oldalon az akciót. 20-16. Kucora Csenge és Oguntoje Viktória. És Kucora nyeri ezt a párbajt. 23-18. Vilám gyorsan indul az Újváros. Kucora. Kemény lövés a hosszú felsőbe. 27-19. Just a boy, Christmas brought so much joy. Jöhet is az Újváros. Farkas, de szépen csinálták! Ezt az iramváltást, ezt talán érdemes még egyszer megnézni. Még egyszer Farkas volt az utolsó ember, és pillanatok alatt lerázta magáról a Máci védőt.
Kuncora és Bartulovics, természetesen Kuncora, ahogy Debrecenben is második fél időre lendült bele, itt is most ugyanezt teszi.